A régió gazdasági fejlődése című beszélgetéssel vette kezdetét a HR Fest Székesfehérváron. A beszélgetés egyebek mellett rávilágított arra, hogy városunk két mutató alapján is vezető szerepet tölt be Magyarországon. Egyrészt a megyei jogú városok rangsorát vezeti, másrészt pedig a legtöbbet fejlődő város lett az elmúlt 8 évben. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere a HR Festhez kapcsolódóan elmondta, hogy a rendezvényen alapvetően a humánpolitikai szakemberek és az ezzel foglalkozó cégek képviselői találkoznak és beszélik meg a saját szakterületük kérdéseit. Azért fontosak ezek, mert nem önmagában a gazdasággal, adott esetben Fehérvár iparával, szolgáltató, kereskedelmi szektorával függ össze, hanem az emberrel, a munkavállalóval, hiszen ezek azok a szakemberek, akik a munkavállaló és a munkáltató közötti kapcsolat is jelentik. Fontos, hogy ők átbeszéljék a kihívásokat, a problémákat, adott esetben megoldási javaslatokkal éljenek akár az állam irányába, akár mondjuk egy helyi település önkormányzata irányába. Tóth Gergely, a HR Fest alapítója úgy fogalmazott, hogy manapság a vezetők egyik legfontosabb feladata abban áll, hogy hogyan tudnak bánni az emberekkel, a munkavállalókkal. Itt ma nagyon sok témát érintünk, a legfontosabbak azok, amik a legégetőbbek. Az első az, hogy vajon most épp gázt kell adni, vagy vissza kell venni, tehát hogy lassul a gazdaság, vagy gyorsul a gazdaság, és azt hiszem erre az a válasz egyébként, hogy mind a kettő, bizonyos helyeken lassul, bizonyos helyeken gyorsul, ez sokkal nehezebb, mint hogyha egyértelmű lenne, hogy lassul vagy gyorsul. Tóth Gergely hozzátette, hogy a másik legfontosabb kérdéskör a mesterséges intelligencia térnyerése, amely képes átalakítani a HR folyamatokat azzal, hogy teljesen megváltoztatja és automatizálja azokat. A nap folyamán szó esett még többek közt a munkahelyi egészségmegőrzésről, munkaerőpiaci adatokról és trendekről, a versenyelőny témaköréről, és még arról is, hogy ki lát bele leginkább a hazai HR-esek, vagyis az emberi erőforrással foglalkozó vezetők fejébe. A napot pedig, mint egy visszacsatolásként, egy olyan beszélgetés zárta, amely során a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat és feltehették kérdéseiket az elhangzottak kapcsán.